Szeretettel köszöntelek titeket, testvérek, akik az Igeidő című sorozat mai részét hallgatva szeretnétek erősödni a hitetekben áldás békesség. Isten ígét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 21. fejezetének 33. verséből hallgassuk. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, pálapostolt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe. Majd kérdezősködött, hogy ki ez. És mit követett el? Testvérek, a dzsungel könyve című könyv gyermekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt. Jól tudjuk, hogy arról szól, hogy egy kisfiút farkasok nevelnek fel, szó szerint farkas törvények uralkodnak az ő közösségében. Egy nagy medve is tanítja őt, és a könyvből készült musical egyik pontján ezt énekli a medve először is elő, elő a régi elvel, először üs, és utána nyelvei. Vagyis a hétköznapi megfogalmazás szerint először üs, aztán kérdez. Egy ilyen nem annyira hétköznapi helyzettel találkozunk a mai igében, amikor Pálapostolt a Jeruzsálemi templomban éppen ütlegelik. Megérkezik a római helyős helyőrség ezredese, kettős bilincset rakat rá, és csak aztán tesz fel kérdéseket vele kapcsolatban. Pál éppen a legnagyobb szeretetét éli meg a népe felé, hiszen egy ószövetségi gyakorlat szerint fejezi ki a nagyon erős elkötelezettségét a zsidóság hitének eredeti tartalma iránt is fogadalmat tesz, és ezt követően Némózes hat szerint levágatja a haját. Ezzel megmutatja, hogy nem vetette el a mózesi törvényeket, hanem éppen, hogy a megígért messiásnak a tanúja. Ő, az Úr Jézus Krisztus mondja ezt a hegyi veszétben, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Pál éppen az ő szeretetét éli meg a saját népe felé, amikor megragadják, ütlegelik, meg akarják ölni, és bilincsbe verik mit üzen ma Isten számunkra ezen a mozzanaton keresztül, testvérek. Azt üzeni, hogy Isten ígéretei beteljesednek. Pont. Ő nem a levegőbe beszél, amikor feltárja előttünk a jövőt. Pát is sorozatos proféciákkal, jövendőlésekkel, ígéretekkel készítette fel a legfőbb hitvallására a római császár előttire. Ő mondja az efézusi gyülekezet előjáróinak, az apostolok cselekedetei 20. fejezet 23. versében, a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. És az apostolok cselekedetei 21. 11-ben egy Agabosz nevű proféta, írja Lukács evangélista, odajött hozzánk, levette pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és pogányok kezébe adják. És pontosan ez, és pontosan így történt. Miért? Mert Isten ígéretei beteljesednek. És ez nagyon jó hír számunkra, testvérek. Mert például itt van Isten ígérete, itt van egy ígérete az Úr Jézus Krisztusnak. Máté 6.33, hegyéveszédből jól ismerjük sokan ezt az ígét, azt mondja az Úr Jézus, keressétek először az ő országát, Isten országát és igazságát, és mindezek, vagyis a szükséges dolgok ráadásul megadatnak nektek. Vagy Zsoltárok könyve 37. fejezet 4. vers, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Tehát, ha Isten országát keresem először, az van az első helyen a fontossági sorrendemben, akkor átélem ennek a csodáját. Ha azt kérdezem, hogyan valósulhatna meg minél jobban Isten akarata és uralma ebben a világban, az életemben, akkor a kívánságaim, a szükségleteim először is az ő gondolataihoz igazodnak, majd folyamatosan átélem, hogy ráadásul, ráadásként megadja őket, sőt, még azon felül is bőségesen. A mai kérdés hozzád és hozzám is, mennyire bízol ebben? Mennyire bízol benne? Mennyire mersz bízni? az ő ígéreteiben, mennyire mersz belekapaszkodni azokba, és nyugodt szívvel rájuk hagyatkozni. Isten ma erre hív Pálapostól példáján keresztül, higgy egyre jobban az ígéretekben, bíz abban, aki tette azokat, és tanúskodj erről a világban, szent meggyőződéssel, nagy szeretettel és örömmel, Isten ígéretei beteljesednek. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézus, kérünk, ajándékozz meg valódi Isten félelemmel minket, hogy higgyük, tudjuk, valljuk, a te ígéreteid beteljesednek. És nem csak azok, amelyek a megpróbáltatásokról szólnak, hanem azok is, amelyek az áldásokról, a növekedésről, az életről, a győzelemről, a benned nekünk adott békességről és az örömről szólnak. Amen.